Köszöntöm Önöket, Fadarka Jendre vagyok, és ez itt a Hogyan tovább egy műsor, amely arról próbál meg gondolkodni, vagy ha úgy tetszik gondolkodtatni, hogy miképp alakulhat át a világ, ha elvonul a koronavírus okozta válság. Sokan azt mondják, hogy a legnagyobb nyomot az emberi viszonyokon hagyja majd ez a válság, sok minden megváltozhat az emberi relációk, kapcsolatok tekintetében. Evidens volt, hogy napjaink egyik legnépszerűbb pszichológusát kérdezzen meg ezekről a folyamatokról, a várható lehetőségekről, ő pedig nem más, mint Orvos Tóth Noémi, akinek az Örökölt Sors című könyve, és már több mint 500 napja vezeti az egyik könyváruhás sikerlistáját. Szóval Orvos Tóth Noémi és az emberi viszonyok, ők jönnek. Nem olyan rég pár nappal ezelőtt egy interjúban azt a kérdést tették föl Cserús Imrének, hogy ő a válságot követően mit prognosztizál? A gyereknemzés száma emelkedik majd meg, vagy a válásé? Ő nem mert tippelni. Ön merne? Én bátrabb leszek, igen. Szerintem mind a két dolog meg fog emelkedni. A gyermekszületéseknek a száma is, és a válásoknak a száma is. Egyszerűen azért, mert így működik az ember. Hogy amikor valami fenyegetettséget él meg, akkor az ösztönök beindulnak. Ez például ugye a gyermeknemzés, a gyermekvállalási kedvet biztos, hogy emeli. Illetve amikor össze van zárva mondjuk egy pár, vagy túlságosan komoly stressz helyzettel szembesülnek párként, akkor azok a kapcsolatok, amik addig sem voltak ütésállóak, hogy ilyen furcsán fogalmaznak, azok most eltörnek. Hát, hogy ahol nem volt kellő alapja a kapcsolatnak, érzelmi alapja mondjuk, élményszintű tartaléka, ott könnyen előfordulhat, hogy akkor ez a helyzet most a szakítás irányába tereli ezt a kapcsolatot. Ön szerint mind a kettő megfogalmazható? Aha, igen. Igen, azt gondolom, hát reméljük, hogy nem ugyanazok a párok nemzenek gyermekeket. Az nem lenne szerencsés, ha lennének átfedések. Azt mondta, hogy ilyenkor ösztönszerűen és az emberből elindul valami bepótolni való, vagy bepótolhatnék? Erről az jutott eszembe, hogy én Csortos Gyuláról hallottam egy történetet, amikor hazajött a munkatáborból, ahol nyilvánvalóan rettenetes körülmények között kellett, hogy éljen, akkor kiült állítólag valami nagyon neves cukrászda vagy kávéház teraszára, és 2-3-szoros adagokat rendelt. És amikor megkérdezték tőle, hogy mit csinál, azt mondta, hogy pótolok, kérem, pótolok. Szóval ilyenre lehet számítani, hogy lesz az emberben egy olyan érzés, hogy kimaradt valamiből most pár hónapig, és azt most ösztönszerűen minden téren valami zabolátlansággal próbálja meg kiváltani. Könnyen előfordulhat. Egyébként nem csak Csortos Gyula, hanem egyébként a háború után hazatérő férjek, fiak, akik ki voltak éhezve, őket vissza kellett például fogni, hogy ne ugorjanak be az éléskamrába és faljanak fel mindent, hanem tartsanak egyfajta mértékletességet, hiszen nagyon sokáig el voltak szokva a rendes táplálkozástól, és hát ugye ott van az emberben az szintén egy ilyen ösztönként, hogy amikor valamitől meg vagyok fosztva sokáig, és hozzáférést kapok, akkor gyorsan-gyorsan szeretném bepótolni mindazt, amit addig nem kaptam meg. Tehát, hogy ez valóban működik az emberben, és egészen biztos, hogy lesznek ilyen történések, hogy egyszer csak, amikor azt érezhetjük, hogy na, végre ki lehet szabadulni, akkor elkezdjük habzsolni az életet néhányan, és lesznek, akik pedig továbbra is óvatosak maradnak. Szóval azért nagyon sokfélék vagyunk mi emberek, és ilyenek is, és olyanok is, úgyhogy ilyen és olyan reakció is várható. Egyébként az emberi kapcsolatok, vagy a viszonyok nagyon átalakulhatnak? Én csak abból indulok ki, hogyha valaki most a lakásba volt zárva, mondjuk két gyerekkel, emellett még home office-ban tevékenykedett. Lehet, hogy átértékelt bizonyos dolgokat, hogy szükségképpen elmaradtak mellőle olyan barátok, akik adott esetben nem voltak létfontosságú tartozékai az életének. És mikor kiszabadul mindebből, átértékelhet ilyen viszonyokat, nem? Minden krízis magával hordozhat egy tisztulási folyamatot, ez a párkapcsolatokra, emberi kapcsolatokra is igaz. Mert most tényleg megtapasztaltuk azt, hogy nagyon sok fölösleges dologgal van tele az életünk. Akár például felszínes kapcsolatokkal, amiket végig se gondoltunk, hogy igazából mi köt minket
bizonyos emberekhez, mert egy ilyen kis small talk, ilyen kis csiti-cseti, tehát olyan jól elhaverkodtunk, miközben a mélysége nem volt meg a kapcsolatoknak. Ez természetszerű, tehát hogy azért egy embernek a kapcsolati hálója az így működik, hogy vannak a szűk körben lévő emberek, akikkel mély kapcsolata van, és egyre távolabbi ismerősökkel, barátokkal pedig lazább kapcsolatokat ápolunk, de most biztos, hogy a fókusz átkerült azokra a kapcsolatokra, amiknek van mélysége. És ezeket szeretnénk valószínűleg a jövőben jobban ápolni, hiszen ezek most egyfajta erőforrást jelentettek nekünk ezekben a nehéz helyzetekben. És hát igen, biztos, hogy lemorzsolódnak az életünkből azok a dolgok, amiknek mondjuk kevesebb tartalma, megtartó ereje, jelentősége van. Nagyon sok mindenkivel beszélgetek, és igen, azt mondják, hogy úristen, eddig jöttem, mentem, mindenhol ott akartam lenni, és most rájöttem, hogy ezek ilyen fölösleges ilyen rohangálások voltak, ilyen pótcselekvések voltak. De ugyanígy a fogyasztással kapcsolatosan is biztos, hogy nagy változások lesznek, hogy sokan rájöttek, hogy ja, hát miért is van még a nem tudom én ennedik pólom, cipőm, akármim, nagyon jól meg vagyok nélküle. Ahogy ez is egyfajta ilyen belénk kódolt működésmód, hogy amikor megéljük a szűkösséget valamilyen formában, vagy a fenyegetettséget, akkor bizony máshogy kezdünk el gazdálkodni. Akár mondjuk kapcsolatokkal, érzelmekkel, és igen, materiális dolgokkal is. Azt mondja, hogy kapcsolatokkal is máshogy kezdünk el gazdálkodni. Lehet, hogy furcsa gondolatkísérlet az enyém, de mondjuk a szeretői viszonyok nagyon átalakulhatnak? Azon gondolkodtam, hogyha van mondjuk egy férj, van egy felesége, Vilma, aki eddig mondjuk úgy tudta, hogy az ő Lajossal elindul reggel 8-kor, és 7-ig szól a munkaideje, 8-ra ér haza. De Lajos voltaképpen már 4-kor végzett, és elment Mancikához. Szóval ezek az élethelyzetek azért most, hogy mondjam, lelepleződhettek, nem? Már nem lennék most a Lajosok helyébe, de... Lajosoknak most otthon kellett maradni. Igen. Igen, igen. Azért mondtam, hogy azok a kapcsolatok, amik nem voltak kellően stabilak, amiket mondjuk adott esetben egy szerető konzervált valamilyen formában. Azért ezt így tudjuk a pszichológiában, hogyha két ember között valami nem stimmel, valami feszültség van, vagy valami hiány van, akkor ez a kapcsolat, ez a párkapcsolat könnyen háromszögesedik, az azt jelenti, hogy bevonnak valakit, aki elvezeti a feszültséget, betölti a hiányokat, valahogy ezt a két ember közötti egyensúlytalanságot, azt így kiegyensúlyozza. És hát igen, ez egy házasságon vagy párkapcsolaton kívüli személy szokott lenni nagyon gyakran. Ugye a hűtlenségek hátterében valami fajta hiányok vannak, ami a két ember között ugye nem tudott betöltődni. És amikor kiesik ez a házasságon vagy párkapcsolaton kívüli valaki, és már nem tudja egyensúlyozni a kapcsolatot, akkor a feszültség ott marad a két ember között. Hát vagy megoldják, és fejlődnek, egy nagyot lépnek előre a kapcsolatukban, és kiderül, hogy igazából megy ez, bocsánat, szerető nélkül is, vagy pedig kiderül, hogy úristen, hát hogyha itt nincs meg az a harmadik fél, akitől lehet gyengédséget, szeretetet, figyelmet, odafordulást kapni, akkor nagyon látványos az otthoni hiány, és akkor viszont legyen vége, mert ezt hosszú távon nem lehet viselni. Ön szerint például a gyerekvállalási kedv annak köszönhetően egy kicsit csökkenhet, hogy például egy fiatal pár rájöhetett arra egyik napról a másikra, hogy itt olyan egzisztenciális kétségekkel kell szembesülnie, ami két héttel korábban például elképzelhetetlen lett volna. Hogy rá tudta bízni mondjuk a nagyszülőkre a gyereket, de köszönhetően a koronavírusnak, onnantól kezdve az a láb a családban kiesett, mint eleven kapcsolattartási eszköz. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az első világháború után is azt láttuk, ugye ott volt az első világháború plusz mondjuk hozzá kapcsolódóan a végén a spanyol nátha, ami részben azért ami hasonló lehetett bizonyos szempontból, mint amit most megélünk, bár
azért ez az összehasonlítás, ez persze sok szempontból nem állja meg a helyét, de nem tudunk hova nyúlni, mert ez ilyen kézenfekvő, ez a múlt század elejé történet. Akkor például azt látjuk, hogy a 20-as években megugrott a gyermekszületéseknek a száma. Tehát, hogy ott érdekes módon ez a fenyegetettség élmény, ez nem visszafogta a gyerekvállalási kedvet, hanem meglökte. Nem tudjuk. Igazából most mindannyian egy világméretű kísérletnek vagyunk a részesei, és megfigyelői és elszenvedői egyszerre. Hát én csak az elmúlt héten több tucatnyi nemzetközi kutatást láttam, és töltöttem ki én magam is kérdőíveket. Úgyhogy most mindenki, aki így a pszichológiában él és mozog kutatóként valamilyen formában részt vesz, vagy részt tud venni, ők most ezt vizsgálják, hogy hogy vagyunk, hogyan gondolkodunk, hogyan viselkedünk most, milyen terveink vannak, hogyan képzeljük el a jövőt. Tehát ezek a kérdések most nagyon aktuálisak, és a válaszokat most még nem tudjuk nagyon sok kérdésre. A tekintetben tudná a választ, hogy az ön könyvébe olvastam, ami engem nagyon megdöbbentett, hogy vannak úgynevezett olyan családi Viber csoportok, ahol eldőlnek adott esetben a nagy dolgok is, családon belül, de az egyik gyerek megsértődik a másikra, mert nem lájkolja, ott hagyja, kilép a csoportból, de adott esetben az édesanyja válási szándékát is itt közli a családdal. Most, amikor össze voltak zárva, szerintem szükségképpen a Zoomot vagy a Viber ki kellett, hogy hagyják, hisz egy légtérbe kommunikált négy ember. Ezek az egészen abnormális kommunikációs platformok végleg megszűnhetnek ön szerint? Nem gondolom, hogy megszűnnek, viszont most lett egy új tapasztalat. Hogy most, akivel eddig Viberen beszéltem, most ott ül velem a négy fal közé zárva. Tehát ez biztos, hogy átalakított rengeteg mindent. Na most, amikor könnyebb, ugye miért használunk ilyen, vagy használtunk korábban ilyen platformokat? Egyrészt szerintem azért, mert könnyebb bizonyos mély dolgokat nem így szemtől szembe elmondani, és erre ragyogó lehetőség egy ilyen messenger, vagy akármilyen ilyen platformot használni. Hogy ne kelljen szembenézni a másikkal, amikor például közlök vele valami kellemetlen dolgot. Egyrészt. Másrészt azért az is benne volt, hogy minél éretlenebb egy személyiség, annál kevésbé tudja megtartani a saját érzéseit, annál nagyobb igénye van arra, hogy ahogy megszületik benne egy érzés, egy feszültség, egy idegesség, akár egy öröm is például, azt azonnal valakivel meg kell osztania. Tehát a késleltetésnek a képtelensége, vagy az a döcögőssége, az ugye jelzi a személyiségnek az érettségi szintjét. És igen, egy éretlen személyiség rögtön zúdítja rá valakire, hogy velem ez történik, bennem ez zajlik, és azonnal vár egyfajta buksisimit, támogatást, megértést. Úgyhogy ezeket a csoportokat, vagy ezeket a platformokat ezért is használták nagyon gyakran. Ezek nem hiszem, hogy el fognak tűnni. Tehát, hogy ezek, mert hogy betöltenek egy ilyen funkciót. Nyilván az lenne jó, hogyha a személyiségek egyre érettebbé válnának, és egyre többen képesek lennének egy picit megrágni magukban az érzéseket, valahogy így elgondolkodni rajta, helyére tenni, és majd utána megosztani másokkal. Viszont másfelől ez a fajta összezártság szerintem létrehozott olyan kommunikációs csatornákat, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Például az, hogy mi most ilyen körülmények között interjút készítünk egymással. Én kérdezem ön. Eddig még igen. De hogy a baráti beszélgetések, a párkapcsolati kapcsolattartás is, én azt hiszem észre, hogy nagyon sok tekintetben, részben ilyen platformokra terelődött át. Ez nyomot hagy majd mondjuk ősszel, ami társadalmi életünkön. A bizonyos emberekkel nem fogok leülni sörözni, hanem azt mondom, hogy kinyitunk egy üveg bort, és elbeszélgettük egy pár órán keresztül. Magyarul azt kérdezi, hogy vajon ez az online történet, ezt át tudja-e venni a személyes találkozásoknak a helyét? Én azt gondolom, hogy jó ideig még nem. Azért az ember egy hosszú evolúciós utat bejárt valaki. Ez alatt a több százezer év alatt úgy alakult ki a teljes humán működésünk, hogy szükségünk van a másik fizikai, tényleges jelenlétére.
egyszerűen kell a másik. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolat, ez pillanatnyilag még nem tudja pótolni azokat az impulzusokat, ingereket, amiket mondjuk egy személyes találkozás jelent. Hosszú távon se fogja tudni? Mondjuk 5-10 éves relációban? Nézze, én azt gondolom, hogy az evolúció az nem tudja azt a gyorsaságot, azt a tempót felvenni, amit mondjuk a technikai fejlődésünk mutat. Egyszerűen nem tudunk elég gyorsan változni, hozzáidomulni ezekhez a változásokhoz, a technikai változásokhoz. Az ember általában a racionális része sokkal okosabb és gyorsabban szalad előre, mert már képesek voltunk egy ilyen technikai eszközöket kifejleszteni, miközben az agynak az ősi részei, azok még nem tudtak ehhez idomulni és alkalmazkodni. Tehát, hogy egyszerűen kellünk egymásnak a fizikai valóságunkban. Persze, azt látjuk, hogy van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy egyre kevésbé, tehát hogy a fiatalok körében nagyon sokan szociális fóbiától szenvednek. Ez azt jelenti, hogy a másik ember sokkal inkább jelent számukra fenyegetést, mint megnyugtatást. Hogy nem tudják, hogy szóljanak hozzá, hogy nem mondanak-e hülyeséget, hogy nem fogja a másik kinevetni őket, vagy elítélni, vagy nem tudom, én nem leszek kellően barátságos. Szóval, hogy nagyon sok félelmük tapad mondjuk a társas kapcsolatokhoz. Ugye azért, mert nem tanulták meg kora gyerekkoruktól, hogy hogyan kell jól illeszkedni. Szóval, hogy van egy ilyen nagy hiány, és persze ezekkel a platformokkal ezek a hiányok csak még inkább hangsúlyossá válnak. Hiszen így beszélgetni egészen más, mint személyesen találkozni, és ott megélni, hogy hát vajon milyen egymás szemébe nézni, milyen egymásnak ott a nem tudom én az aurájába bekerülni. Jó a másik illata? Nem jó? Hogyan vagyunk? Én kellek neki? Nem kellek neki? Akárcsak arra a beszélgetésre? Szóval, hogy van egyfajta fejlődés, változás, de hogy ez nem lesz egyik pillanatról a másikra így nagyon látványos. Hogy akkor mostantól kezdve mi csak így beszélgetünk. Puzsé Robert hivatalos oldalán láttam, hogy ő elítéli a kereskedelmi tévék vezetőit, nevezetesen, mert kvázi hergelik az embereket, és így próbálnak meg nézettséget nyerni. Példaként azt hozza fel, hogy van olyan luxus feleség, aki többször elmondta, hogy többször volt már 2 milliós táskája is. Szerinte ebben a helyzetben, amiben most leledzik a társadalom, ez végtelenül kártékony, és valami fajta dühöt, gyűlöletet is kiválthat. Ön lát arra valami fajta esélyt vagy jelet, hogy a ronyrázás irányába például az emberek ebben a szociális helyzetben és egzisztenciális helyzetben, amiben most kerültek, elindul valami távolságtartás, hogy ezt nem szeretnénk nézni, az üres rongyrázást. Értem. Hát az elmúlt évtizedekben, és inkább az elmúlt évtizedben nagyon erősen és nagyon látványosan jelent meg az, hogy az emberek az identitásukat, a személyiségüknek az értékét a matérián keresztül határozták meg. Tehát, hogy kívül, külső dolgok alapján próbálták meg a saját önértékelésüket, önbecsülésüket megteremteni, és erre azért vevők voltak az emberek is, hiszen így vagy úgy, kicsit fanyalogva, de azért nagyon figyelték azokat a véleményformálókat, akik a külsőségek alapján próbálták magukat bemutatni. Ez egyfajta, nyilván egy ilyen értékválságot jelez. Én remélem, hogy ez a krízis, amiben most vagyunk, ugye a krízis az mindig lehetőségeket is kínál. Lehetőségeket a változásra, a fejlődésre. És én ezt csak remélni tudom, hogy ez a krízis mondjuk elhozza azt, hogy ebből az értékválságból egy picit kikeveredünk, és rádöbbenünk arra, hogy valakinek az értéke, a különlegessége az nem azon múlik, hogy milyen drága, milyen márkás dolgokkal veszi magát körül, mi az, amit kifelé mutat. Tehát, azt akarja, bocsánat, az abszurdum még az is eljöhet, hogy az emberek fejében végre valahára helyreáll a rend, és elkezdik mondjuk kellőképpen értékelni az árufeltöltő, az ápoló szerepét, ami mondjuk ezelőtt nem biztos, hogy megtörtént volna. Ugye a hétköznapi hősök. Hát
Igen, és én remélem, hogy ez nem csak kampányjellegűen jelenik meg. Most azért azt látjuk, hogy egy masszív gazdasági válság is követi ezt az egészségügyi válságot. Talán van arra most esély, hogy helyére kerül az értékrend. Ezzel kapcsolatosan is megoszlanak a vélemények. Vannak, akik azt mondják, véleményformáló, komoly gondolkodó kutatók, hogy ez csak egy ilyen ideiglenes dolog lesz, hogy most igen, most számítanak az ápolók, most számítanak az árufeltöltők, és aztán egy-két év alatt ezt el fogjuk felejteni. Én mindig bízom egyébként abban, hogy az ember a jó irányába is tartósan tud mozogni, és nem csak a negatív irányba. Úgyhogy én bízom abban, hogy valahogy valami fajta pozitív változás lesz. Az biztos egyébként, hogy a krízisekben az is megfigyelhető, sarkosabbak vagyunk az ítéleteinkben. Ez egészen biztos. Tehát, hogy amit tolerálunk mondjuk egy ilyen nevezett békeidőben, azt mondjuk egy krízis helyzetben egyáltalán nem toleráljuk. Ez pro és kontra. Tehát, hogy például egy ilyen helyzetben, egy ilyen járvány helyzetben mondjuk a külföldieknek a megítélése. Tehát, hogy nő az antiszemitizmus, a rasszizmus. Ez szinte borítékolható, egyszerűen azért, mert szintén ezt evolúciósan hozzuk magunkkal, hogy a saját csoport felértékelődik, itt van a biztonság, és amikor veszély van, akkor veszély van minden, ki veszélyt jelent, aki kint van a mi csoportunkon kívül. Ha már azt említi, hogy mennyire vagyunk toleránsak, erőt eszem, hogy a Financial Times közölt egy cikket, oké-e boldognak lenni címmel, és a kommentelők igen jelentős része azt próbálta meg bebizonyítani, hogy nincs azzal semmi baj, ha valaki most jól érzi magát a karantén ideje alatt, ha azt a négy fal között teszi. De az nem tartozik ránk, mondták az emberek. Ez visszaszorulhat? Ez a fajta happység különféle közösségi médiákban való előretörése, és hogy mutogatjuk azt, hogy mi nagyon jól érezzük magunkat, lévén, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy nagyon sokan viszont most veszítették el a munkájukat. Igen, amikor egy ilyen kollektív krízis trauma irányába mozdulunk, akkor ez a kollektív megélés. Tehát, hogy ezt gondolják nagyon sokan, hogy ez érvényes. Most a fenyegetettség élmény érvényes. A stressz, a feszültség, a gyász, az elgyászolása annak a rengeteg mindennek, ami lehetett volna az életükben. Most erre mondja azt a közösség, hogy ezt érezheted, ez rendben van. Ezek az érzések érvényesek. És minden mást ilyen hát rossz hallással nézünk ilyenkor. Ez is teljesen természetes, hiszen van egy közösségi megállapodás arról, hogy igen, most benne vagyunk egy világméretű válságban, ennek rengeteg áldozata van, különösen ugye azokban az országokban, ahogy mondjuk Amerikában, ahol tényleg nagyon magas a halálozásoknak az aránya, ott tényleg intoleránsak lehetnek az emberek, bármiféle ilyen happy, meg ilyen, nem tudom én, ilyen optimista véleménynyilvánítással. Mert azt mondják, hogy nem vagy kellően empatikus. És a közösség nagyon gyorsan és nagyon keményen, ahogy mondtam, a krízisben sarkosabbak vagyunk, tehát nagyon gyorsan kvázi helyére teszi azokat az embereket, akik nem úsznak rá a közösség aktuális érzelmi állapotára. Szintén a könyvében olvastam, hogy a tartalom elemzésben figyelemre méltó adatra bukkantak, hogy a 2000-es évek környékén kiderült, hogy egyre több kifejezést használunk saját magunkkal kapcsolatban. Magyarul egoistábbak, önzőbbek, narcisztikusabbak kezdünk lenni, vagy már azok vagyunk, ha ez a tendencia folytatódik. Ön szerint ez folytatódik? Lehet, hogy például ez a trauma, ha traumának nevezhetjük ezt a karantént, vagy ezt a válságot, egy picit kihúzanít minket? Hát jó lenne ezt hinni, igen, hogy ebből az énességből egy kicsit most kilátunk, hiszen nagyon sokan ugye rá is vannak kényszerítve, hogy kilássanak, mert össze vannak zárva a családjukkal, hozzátartozóikkal, illetve, hogy megélik azt, hogy a közösség nélkül nagyon sok minden nem működik, hogy nem megy, hogy kell valaki, aki mondjuk segít nekem bevásárolni, hogy én mondjuk távol élek a szüleimtől, és fel kellett hívni egy rokonomat, vagy a szüleimnek a szomszédját, és meg kellett kérnem arra, hogy segítsen. De ez tartósnak bizonyulhat? Nézze, én az előbb ugye azt mondtam, hogy én hiszek abban, hogy az ember pozitív irányba is képes változni. Szóval amikor megtapasztaljuk azt, hogy vannak nálunk nagyobb dolgok is,
akkor, és azt úgy igazán beengedi az ember a lelkébe, akkor azt szerintem ott nyomot hagy. Ugye a krízisből, traumából kétfelé vezethet az út. A lefelé van a poszttraumás stresszavar, amikor valahol állandósul a feszültség, állandósul egy nyomott hangulat, állandósul egy ilyen készenlét arra, hogy valami rossz történik. Ez befolyásolja az embernek a biológiai működését, a kapcsolatainak a minőségét, az életben mutatott teljesítményét és mindent. De ugyanígy benne van a pakliban az, hogy felfelé indulunk el a poszttraumás növekedés irányába. És ilyenkor történik meg az, hogy önmagamon elkezdek túl látni, és azt mondom, hogy hát igen, szörnyű, ami most velem történik, vagy ami velem történt, hatalmas veszteség, de hát rajtam kívül van még annyi minden ezen a világon, és mondjuk felértékelődnek a kapcsolatok, azok a közösségek, akiknek én tudok segítséget nyújtani. Bejön az életünkbe a spiritualitás, és fontos szerepet kezd el játszani, és betölt eddig betöltetlen részeket az életünkben. Hát, hogy mire gondol spiritualitásonat? Bocsánat. Hát arra az élményre, hogy az életemet nem egy ilyen időhatáros tólik történetként látom, és nem csak az itt és most, és ezt a kis mini történetet veszem észre, hanem azt mondom, hogy van rajtam kívül más is, tehát hogy például az, amikor képes vagyok magam egy családi rendszernek a részeként is látni, hogy vannak őseim, és lesznek majd leszármazottaim hosszú-hosszú generációkon keresztül. Ez már azt jelenti, hogy magamat nem csak ebben a biológiai létezésben tudom felfogni, hanem már kinyílik a világ, amikor időben kinyílik, akkor nyilván térben is kinyílik. Akkor a fent, mint olyan, az bekerül az életembe, bekerül a gondolkodásomba, egyszerűen formálja a viselkedésemet. Ha már a nyomothagyást említi, és a családot, ugye az örökölt sors tulajdonképpen arról szól, hogy mi egykori őseink traumáit, kódjait ugyanúgy visszük tovább. Ön szerint például mi? Ez a korosztály. Mit hagyományoz majd az ükunokákra köszönhetően ennek a válságnak? Szorongást? Igen, az erősen valószínű, hogy ez a generáció, vagy ebben a generációban megélt szorongás, fenyegetettség élmény, ez nem fog elmúlni nyomtalanul. Minél tartósabb, minél hosszabb időn keresztül éljük meg a szorongást, a fenyegetettség élményt, minél mélyebben éljük meg, és azért most, ha munkahelyek elvesztéséről beszélünk, egzisztenciáknak az elvesztéséről beszélünk, ezek nagyon komoly szorongásokat jelenthetnek az egyén számára, és hogyha ezzel nem tud kellően megküzdeni, tehát hogyha martalékává lesz ezeknek a szorongató élményeknek, azért az ő fizikai, fiziológiai, biológiai működésébe is ott hagyja a nyomát, és ez azt jelenti, hogy sejtszinten rögződnek ezek az élmények, és hát az örökítő anyagba is bekerülnek. És ez aztán utána átadódik az ő leszármazottainak. Igen, ez könnyen benne van a történetben, illetve a sejtszintű öröklődésen túl azért egy hiedelemrendszer is átadódik egyik generációról a másikra. Most a mi generációnk ugye itt és most megéli azt, hogy hát egyik pillanatról a másikra meg tud változni az élet. Hogy tegnap még volt munkám, ma meg már nincsen. Tegnap még nagy terveim voltak, ma meg már nagyon megfontoltan kell mondjuk gondolkodnom a kiadásaimról, és lesznek majd olyanok, akik majd komolyan megélik mondjuk a szegénységnek egy olyan rétegét, amiről azt gondolták, hogy ez biztos, hogy őket el fogja kerülni, hogy őket ez nem fenyegeti. És ez átalakítja az ő hiedelemrendszerüket arról, hogy milyen ez a világ. Hogy mi az, ami biztos, mi az, ami bizonytalan, mi az, ami fogódzó lehet, és mi az, ami nem. És ez is átadódik, ez a tudás. Ugyanis most egy tudást is képzünk ezekkel a tapasztalatokkal, megképződik egy tudás is. Azt mondta egy podcastben, hogy ön szíve szerint lehet, hogy büntetni a közösségi médiát létrehozó embereket, mert hogyha én jól értelmezem, akkor ezt módszeresen, manipulatív eszközökkel úgy építették fel, hogy mi függővé váljunk. Tehát megnézték, hogy mitől lesz függő valaki.
és ezen algoritmus alapján létrehoztak valamit, no, Naomi, meg bekaptuk ezt a csalit. Ezt már nem én mondom, ezt ők bevallották. Ezt bevallották. Egy kicsit hadd gonoszkodjak. Ha ez egy ilyen kártékony és rossz dolog, akkor az hogy van, hogy az ön egyik első számú platformja mégis a Facebook, ahol nagy népszerűségbe körben? Igen, ez egy ilyen kettős történet, ahogy bármit lehet jól használni, hogyha az ember kellő érettséggel kap meg valamit. A probléma az, hogy ez az érettség, ez hiányzik. Az, hogy én mire használom, én igyekszem ezt a platformot úgy használni, hogy az informatív legyen. Tehát, hogy olyan tartalmakat teszek közzé, amik aztán segítenek eligazodni az embereknek. Itt nem egy marketing, nem egy üres, nem tudom én, tartalomgyártást folytatok én, tehát hogy nem arról van szó, hogy függjenek az emberek tőlem, és aztán vegyék a portékámat. Ugye azt azért látjuk, hogy nagyon sok helyen erre van kihegyezve ez a történet. De valóban azt gondolom, hogy meglennénk, és szerintem én is meglennék enélkül a platform nélkül. Hogy nagyon sok mindent elvesz tőlünk, rengeteg időt töltenek az emberek az online térben, és minél több időt töltenek ott, annál több időt vesznek el a valódi kapcsolódási lehetőségtől. Most, ebben a helyzetben, ez tényleg egy segítség, de aztán jó lenne, hogyha amikor lezajlik ez a vírusos, ez a járványhelyzet, akkor vissza tudnánk terelődni a tényleges kapcsolatoknak az irányába. Ezt akartam kérdezni, ez lett volna az előbbi kérdésemnek tulajdonképpen az eredeti célja, hogy meg leszünk nélküle ősszel, vagy jövőre? Tehát lesz már olyan, hogy nem egy ilyen hozzágyógyult újakat látok a telefonokhoz? Mert most tulajdonképpen csak ezt kell észrevennem. Nézd, a függőség ellen nagyon nehéz harcolni. Ahogy tényleg nem véletlenül mondtam, hogy ezek a platformok úgy vannak kitalálva, hogy rácuppanjon az ember, hogy ne tudja letenni. Én magamon is észlelem, szóval, hogy én sem működöm máshogy, mint bárki ezen a világon, hogy egyik kép, egyik információ jön a másik után, és rá kell magamra szólni, hogy most már ezt tedd le. Na, hogy ez nagyon nehéz, ez ugyanolyan, mint egy alkohol vagy drogfüggőség, semmiben nem különbözik. És azzal is nagyon nehéz megküzdeni, és nagyon nagy tudatosság kell hozzá, hogy az ember meg tudjon szabadulni ezektől a kötöttségektől. Hát reméljük, hogy azért sikerül az emberiségnek, mert nem biztos, hogy ez az üdvös út. Nagyon köszönöm, meglátjuk, mi valósul meg mindenből. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a beszélgetést.